Megelőzési és beavatkozási kvótákat hagyott jóvá a medve populációra a mandátuma utolsó napján Táncos Barna. A volt környezetvédelmi miniszter döntése értelmében 426 példányt megelőzési, 55 példányt pedig beavatkozási céllal lehet kilőni. Miniszteri mandátuma utolsó napján Táncos Barna aláírta azt a rendeletet, amellyel a medvepopuláció kezelését szolgáló törvénycsomag teljessé válik. Ez alapján ismét megelőzési és beavatkozási kvótákat hagytunk jóvá a medvepopulációra, 426 példányt megelőzési céllal és 55 példányt beavatkozási céllal lehet eltávolítani, olvasható Táncos Barna bejegyzésében. 24 plusz műsorunkban a volt környezetvédelmi miniszter elmondta, hogy bizonyították, hogy megvan a kellő bátorság és tudásuk a medvekérdésben is. Elküldtük a minisztéri rendeletet a Román Akadémiához, illetve az Országos Vadászati Tanácshoz. Kiment a kilövési kvótás rendelet a minisztériumból. Ezt innen már nem lehet visszafordítani, tudva azt, ismerve azt, hogy mekkora probléma. Nap mint nap jönnek a jelzések a településekről, hogy bent vannak a medvék a lakóterületen, hogy veszélyben vannak az állampolgárok. Ezért ez is egy olyan téma, amelynek megmutattuk, hogy van kellő tudásunk és bátorságunk ahhoz, hogy jól rendezzük ezeket a kérdéseket. Hozzátette, Székelyföldön 2016 óta egyre erősebben veszélyeztették az emberi életet és javaikat az elszaporodott medvék. Az elmúlt 905 napban az RMDS azon dolgozott, hogy megvédje az emberek életét és javaikat, valamint hosszú távon megnyugtatóan rendezze az ember-medve együttélését és szakmai alapokra helyezze a medve populáció szabályozását Romániában.